Sok szeretettel köszöntök mindenkit innen a Mobilizből, engem Molnár Milánnak hívnak. És most ebben a videóban azzal foglalkozunk, hogy picit a citrom elemekkel már foglalkoztunk, tehát a galván elemek alapvető működésével. Most egy kicsit tovább megyünk, és megnézzük, hogy az áramkörben, egy bármilyen áramkörben, az áramforrásokat, ha egymáshoz képest kapcsolgatjuk sorba, vagy éppen párhuzamosan, akkor milyen érdekes effektusokat kapunk, hogyan változik az áramkörben lévő áramforrások összes feszültsége akkor, hogyha azokat különböző módszerekkel kapcsoljuk egymáshoz. Ezt a legegyszerűbben, tehát egy ilyen citromelemmel tudjuk bemutatni. Nézzük is meg, hogy mit fogok csinálni. Alapvetően más filmünkben azt már láthattuk, hogy ha egy citromba két különböző fém elektródát teszünk, és a két különböző fém elektródára feszültségmérő műszert kötünk, akkor ugye egyértelműen kimutatható, ugye nem túl nagy, de kimutatható elektromos feszültséget tudunk mérni. Most valahogy jobban sikerült, mint az előző videónkban. Most nagyjából ugyanezzel a citrommal majdnem egy volt feszültséget sikerült kimérnünk. 971 század voltot értünk el. Na nézzük meg, hogy mi történik akkor, hogyha ezt megpróbálom megtöbbszörözni. Hogy lehet megtöbbszörözni? Felszokott merülni általában a gyerekekből, nincs már semmi más dolgunk, mint hogy tegyünk ugyanebbe a citromba mondjuk még több elektródát. Hát ez ugye sajnos nem jó, mert igazából attól nem lesz több galvánelemünk, hogyha ugyanabba a citromba több elektródát szúrunk, hiszen nincsenek egymástól elválasztva. Ezeket mindenképpen egymástól el kell választani. Ezért aztán az embernél kéznél van egy ilyen egy bicska, akkor ennek a bicskának a segítségével természetesen ezt föl lehet például mondjuk negyedelni egy ilyen citromot. Most egyszer elvágom félbe, és ezt meg még félbe. Tehát igazából így most már, gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy így négy citromunk van bizonyos értelemben. Persze négy kisebb citromunk van, de az eddig nem, sehol nem számítottuk bele eddig a gondolatunkba, hogy mekkora az a citrom. Csak azzal foglalkoztunk, hogy a citrom belsejében oldott igonok találhatók, hogy mennyi, azzal nem foglalkoztunk. Na nézzük, mert összesen mennyi. Na nézzük akkor a kísérletünket. Tehát ez az a negyed, amit eddig is használtunk. Ebbe visszadugjuk az elektródát, és nézzük meg, hogy valóban igazam volt-e, történt-e számottevő változás az eddigiekhez képest. Ugye nagyon szépen lehet látni, hogy ugyanazt a 966 ezred voltot mérjük, mint eddig. Tehát valóban nem okozott számottevő változást az, hogy egy negyed citromra tértünk rá. Viszont amit csinálni szeretnénk az, hogy egymással sorba kapcsolunk citromokat, citromelemeket. Ehhez természetesen újabb cink és újabb réz elektródára van szükségünk. És gyakorlatilag azt csináljuk, hogy ebbe a másik citromba fogom én ide szépen beleállítani ezt a rézelektródát, illetve ezt a cinkelektródát, így. Egyébként külön azért ezt is megmérjük, hogy ez önmagában mit tud. A lényeg az, hogy ott van ismételten, meg tudom mutatni, 930 millivolt, 940 millivolt környéki feszültség, de nagyjából ugyanaz, mint az előzőnél volt. Hát akkor most viszont itt az alkalom arra, hogy megnézzük, hogy mi történik akkor a két áramforrást egymással sorba kapcsolunk. Nagyon fontos, hogy ilyenkor a különböző polaritású végeket kell egymással összekötni. A mi esetünkben a réz elektródát nem a réz elektródával kell összekötnöm, hanem a cink elektródával, és ezután majd a réz elektródát vezetjük ki tovább a multiméter kivezetéséhez. És kérem szépen, az látható, hogy gyakorlatilag ott van a majdnem 2 volt feszültség a műszerünkön. Nézzük meg, mi van akkor, hogyha összekapcsolunk egymással további fogyasztókat. Azt a következőképpen tesszük meg. A másik két citromunkba is teszünk még elektródákat. Ezeket most már külön nem fogjuk megmérni. Remélhetőleg ugyanolyan jól fognak működni, mint az előző kettő. Így. És akkor a negyediket is megcsináljuk. Így, és ide beleteszünk még egy másik cinkelektródát. Így,
Na és akkor itt már csak kábel mennyiség kérdése az egész. Azt mondjuk, hogy ez eddig egy citrom, még egy citrom, megint a rezet nagyon fontos, tehát a cinkhez kötjük, ennek a rezét szintén a másiknak a cinklemezéhez kötjük, és végül, ugye így, abból tudjuk, hogy jól csináltuk, hogy az egész elemünket, ha egynek tekintenénk, akkor a két szélső elektródánk, amihez a multimétert kötjük, az két különböző lesz, egyik az egy cink, a másik pedig egy réz. És akkor nézzük meg, hogy mit kapunk végeredményül. Hát kérem szépen, láthatóan valahol még követtem el hibát. Nézzük meddig jó. Tehát azt mondja, hogy itt, ezen a ponton ugye ezt már megmértük. Tehát két citromnál ott a két volt. Tehát eddig jók vagyunk. A harmadik citromunk után itt visszaesik a feszültség. Tehát itt visszaesett egy voltra. Tehát ennél a citromnál valami nem stimmel. Jó, akkor ezt most kihagyjuk, és közvetlenül a harmadikat kötjük be. Hát, ha úgy. És így bizony már tényleg láthatóan kiakadt a műszerünk. Ezt a harmadikat nem sikerült beüzemelnem, de összesen, de a négyből hármat összeadva majdnem 3 volt feszültséget kapunk. Meg is mutatom. Tehát végső soron látható, hogy a hasonló áramforrásokat egymással sorba kapcsolva azt kapjuk, hogy az ő általuk létrehozott feszültségek összeadódnak. Ez nagyon fontos. Ezt egyértelműen ki lehetett mutatni. Egyes áramforrások sorba kapcsolásával az általuk létrehozott feszültség összeadódik.